Folyamatosan jönnek a vevők a pécsi vásárcsarnokba péntek délelőtt. A bejáratukat úgy alakították ki, hogy dupla ajtókkal egy zsiliprendszerű bejutást tettek lehetővé, így védve télen a hidegtől, nyáron a hőségtől a belső teret. Csak hogy ez nem működik rendesen, mondja az egyik kereskedő társai nevében. A belső számú probléma az ajtó. Ez az ajtó, ez, hogyha így kinyitjuk, és elhúzzuk a 90 fokig, akkor nem csukódik vissza. Innentől kezdve hiába megy a klíma hatástalan, hiába megy télen a fűtés hatástalan. Ez az egyes, a kettes számú problémánk jelen pillanatban a napsütés. Ugye jelen pillanatban reggel 6 és 9 óra között, vagy 8 óra között az egész csarnokot hosszába besüti a nap, a vevők szemébe süt és az eladók szemébe süt, így nehéz értékesíteni. Ezeket a fotókat készítette Bali Péter a napsütésről. Árnyékolót szeretnének az üveg felület elé, szerintük így lehetne megoldani ezt a problémát. Az ajtóknál pedig egy alkatrész cseréje orvosolná a bajt, ezt mondta nekik egy szakember. Az ajtó gyártó vagy, javító személyzet szerint ebben van egy négyszög az aljában, azt kellene kicserélni hengeresre. Mert a négyszög miatt tud ugye kinyílt, nyitva maradni, mert a sarkon túlfordítjuk, a négyszöget megáll. Ha henger lenne, akkor visszafordul, mert a rúgó benne van, ami visszahúzza. A bérlő azt mondja, a napsütés problémáját már jelezték a fenntartónak írásban. Ezt több kereskedő is aláírta. A napsütés ellenit azt 28 kereskedő írta alá. Hát az ajtót azt meg folyamatosan mindenki. Arról nem született még írásbeli, de az ablakról igen. Bali Péter azt mondja, úgy hallották, hogy az ajtók átalakítása egyenként 40-50 ezer forintból megoldhatóak lennének. Az árnyékoláshoz a tervező hozzájárulásához is szükség lenne. Kerestük az ügyben a városházát, ott későbbre ígértek tájékoztatást az esetről.